Köszöntöm Önöket, ez a Tónusok, a Pécs TV kulturális magazinja. Mai adásunkban az elmúlt időszak legérdekesebb kulturális híreiből készült válogatásunkat láthatják. Tartsanak velem! Január óta két dirigens vezényli a Pannon Filharmonikusokat. Gilbert Varga nevét hamar megjegyezték a pécsi zenebarátok, Bogányi Tiborral remekül kiegészítik egymást. Bár a maestrók időbeosztása igen szoros, ha csak tehetik, meghallgatják egymást és részletesen megbeszélik a koncerten tapasztaltakat. Ott jártamkor éppen Gilbert volt a harmadik fül Tibor koncertjén. Eljöttem a koncertre, a Tibori koncert, a Bruckner Szimfónia, meg akartam hallgatni, és a Tibor is eljön, mikor az én koncertem vannak, szóval ez nagyon segít, hogy tudom hallgatni, és mondok beszédek utána, a koncert után mondja, hogy te érdekes az akusztika ez, és ez egy kicsit jobb, vagy ezt kellene próbálni, hogy ott ül, vagy mit tudom én, szóval ez nagyon, mi ketten úgy dolgozunk, hogy akarunk ugyanazt a legjobb a zenekarnak. Képzeljük csak el, hogy egy karmester van, aki ugye kívülről sose tudja figyelni az egészet, és neki vannak olyan emberei talán, akikbe hisz, vagy állnak, ki kell rohangálni. Tehát itt kapásból megváltozik ez a rendszer is. Két karmester is tud odafigyelni, két különböző stílusban dolgozunk, ráadásul a zenekarral, viszont amikor én itt vagyok, rengeteg olyan dolgot veszek észre, amit igazából sose veszek észre a színpadon állva. Mert kifelé egész más térben hallatszódik a zene, és az a lényeg, mert azt hallja a közönség. És amit mi hallunk, persze megtanultuk, hogy körülbelül hogy kell viszonyítani mindent, de szóval szerintem ez egy óriási előny. Főleg egy ilyen fantasztikus maestróval, egy több bő fél éve tudhatjuk Gilbertet is a vezető karmestereink sorába, és ugye az én munkámat segíti, amit már 8 éve itt csinálunk együtt, és nagyon-nagyon jól érzem benne magam, fantasztikus. Többször volt, hogy a koncertje után jöttem, és a zenekar bizony, ami miatt jön is, tehát olyan egészen finom dolgokra képes vele, és rögtön megérzem, hogy ki van előttem, ki volt előttem. És ez az évek alatt mindig így volt. Ez egy nagyon pozitív változás. Én gondolom, ami a legfontos, ez a, how do you say, confidence? Bizalom. Ez a fontos. Együttes bizalom. Szóval mi egyáltalán nem érzem, és remélem most te se érzed, hogy ilyen konkurencia dolgok. Az nem. Mind a kettő, én tudom, hogy ő tudja, hogy ő jó, én tudom, hogy én jó. És mi mind a ketten akarunk a legjobb a zenekarnak, és segíteni, ami az ő erő és az én erőm együtt. Én gondolom, hogy ez egy és kettő itt. Pontosan így gondolom én is, hogy 1+1, tehát mint hogyha egy futballcsapatnak van egy nagyon erős irányzató vezetője, egy trénere, de van egy másik trénere, aki a másik egy kicsivel máshogy, az mégiscsak fociról van szó, de teljesen más irányba tudja vinni. Tehát én határozottan azt érzem, hogy egy bizonyos fajta erő érkezett a zenekarba vele. Egy új koncepció, és az enyémet egyáltalán nem kell átalakítanom hozzá. Egy új erő, egy új koncepció, tehát én sokkal jobban érzem magam. A két vezető karmester eltérő stílusa, ízlése a zenekar repertoáriában is megmutatkozik. Gilbertnek van egy irányzata, milyen fajta zenét szeret, én ahhoz próbálom hozzá passzintani az enyémet, az én fajta irányzatomat, és ez a kettő ez nagyon-nagyon jól kiegészíti egymást. Mert például, csak hogy példát mondjak, nem akarunk mind a ketten pont Brahms szimfóniákat dirigálni, tehát ez így megoszlik a repertoár. Neki van egy olyan repertoár fajtája, ahol nagyon jól érzi magát, és az pont egy picivel másfajta, mint az én repertoár ideálom. Manapság. Bár mindent játszunk, tehát játszottunk mi klasszikust, játszottunk mi mindent, de egyértelműen Gilbert érkezésével egy bővülés van, egy új szín van a zenekar életében. A Pannon Filharmonikusok progresszív szemléletű intézmény. Küldetésüknek tekintik a klasszikus zene minél szélesebb körű megismertetését és az értő zene szeretetet. Fontos számukra a zene és a közönség kommunikációja, a zenét művelők és a befogadók közelebb hozása, ezért a mostani évadban ismét újítanak. Gilbert ötletére kitaláltuk ezt, hogy a közönséget bevonjuk a mi munkánkban, meg a visszajelzések terén szeretnénk tudni, hogy mi mit gondolnak. Tehát minden egyes koncertünk után, a Gilbert koncert, az én koncertem után 10-10 emberrel elmegyünk vacsorázni.
és ezt a közönségből azt hiszem, hogy meg is vehetik ezt a jegyet, vagy, és akkor ők velünk pizzáznak, vagy nem tudom, és az összes minden, ami a koncerttel kapcsolatos, a repertoárral kapcsolatos, a jövővel kapcsolatos, a múlttal kapcsolatos, ezt mind mi meg tudjuk ismerni. És így 6 koncert, az 12 koncert, az 120 ember, 120 az egy már egy alapmagja a közönségbázisunknak, és velük így egy konkrét több órás beszélgetésen részt veszünk. A hangverseny utáni közös vacsorán a koncertlátogatók személyesen győződhetnek meg arról, hogy a frak és a csokornyakkendő mögött egy másik ember van, aki ugyanúgy örül, dolgozik, beszélget, mint embertársai. Ezt próbálunk most, hogy ezt az elit le. Már igaz, hogy egy kicsit elit, mi vagyunk egy pódiumon. Ott állunk ott fönn, és nagyon elegánsan, és igen. Szóval ez egy kicsit eliter. És én gondolom, hogy ezt az idea, hogy megmutatom, hogy csak elit ez a proforma a pódiumon. De a koncert kész, mi nem eliter vagyunk, mi normális vagyunk, mi szeretünk rögni és csinálni. Meg konverzációt közönséggel. Igen. Szóval ez normális ember vagyunk, nem hogy... How is to touch? Érinthetetlenek. They can touch us, you know? Tehát nem vagyunk érinthetetlenek, akik valahol ott fönt dirigálnak. Na ez egy jó kérdés, mert ez még 10-20 éve nem így volt. Tehát az 50-es évektől, ahogy jövünk, és én is látom, te biztos, hogy még jobban tudod, hogy amikor 60-as, 70-es évek végig. Tehát a Maestro-nak van egy ilyen mítosza. És van egy nimbusza, hogy ő ott fönt, a pódiumon, a gyönyörű fehér csokornyakkendőbe, a pálcával varázsol. És... Igen, ez mondjuk így is van, mert szép a fehér nyakkendő, és varázsolunk a pálcával, csak ami változott, hogy mi hozzánk, tehát nem vagyunk érinthetetlenek, nem vagyunk megközelíthetetlenek, és ezt próbáljuk, ezt a távolságot kicsit oldani ezáltal, hogy például 120 emberrel az éve, egy év alatt, és hogyha 3 évig vagyunk, az már 3x120, 360 ember, tehát az már egy komoly mennyiségű ember, eljöhet velünk, és... És amit mindig szerettem, mikor látom a focid, mondjam, a város identifikált, ez a mi, it's our football club, ez fontos, hogy ők mondják, ez a mi zenekarunk. A város zenekara és élén a két maestro folyamatosan próbál, koncertezik, és számos nagyszerű koncerttel készül az évad során. Ezek közül is kiemelkedik egy jövő márciusi esemény, egy ősbemutató, amikor Bogányi Tibor cselló tudását hallgathatja meg a közönség. Bánfalvi Zoltán koncertmesterünknek a kompozíciója, és ezt én valamikor, miután hallott, egyszer dirigáltam Zolinak a kettős versenyét, körülbelül 3 évvel ezelőtt írt egy hegedű zongora versenyművet, és annyira tetszett úgy a zenekarnak, mint nekem is, sokszor meghallgattam, hogy én rendeltem tőle. Zoli, írjál egy cselló versenyt, egy capricciót, az egy ilyen, a capriccio az egy ilyen körülbelül egy lélegzetű, nem 3 nagy vagy 4 tételes, hanem egy lélegzetű versenymű, és ezt meg is írta, kész lett, és most a héten kaptam meg a kottáját. Nem igaz. Elkezdtem. Te kaptad. Meg is mutathatom. Jó. Jó? Úgyhogy elkezdtük ennek a koncepcióban a gyakorlását. A Capriccio kottáját már megkapták a zenészek, és mindenki kedvére ismerkedhet a darabbal. Ki is próbáltuk a szerző jelenlétében, ami nagyon fontos volt, mert Zolinak nem voltak kételjei természetesen, de azért izgalmas, hogy a csellista, a szólista hogy veszi a darabot. Egyáltalán játszható-e, soha nem írt csellóra, hanem zenekarra írt, meg erre a két szóló hangszerre, hegedűre, zongorára, hogy a cselló az egy új hangszer, amire Zoli most ír, és nagyon jól játszható, úgyhogy megnyugodott így elsőre, aztán majd a későbbiekben még alakítjuk. A cselló versenyt 2020 márciusában hallhatja a Pannon Filharmonikusok közönsége. Addig viszont még számos nagyszerű koncerten gyönyörködhetünk a város zenekarának és a PFZ vezető dirigenseinek aranyfényű összjátékában az aranyfedezet évad során.
Szeptember 28-án a Széchenyi téren felállított színpadon már kora délután nagy volt a nyüzsgés. Modellek vonultak az alkalmi kifutón, és egy zongora is feltűnt. A zongora gazdája, Boros Misi pedig már gyakorolt és melegített arra a divat bemutatóra, amelynek fontos része az ő zongora játéka. A fiatal művész ezúttal nem szokványos koncertre készült. Nagyon örülök, hogy ennek a programnak részese lehetek Pécs városában. Óriási öröm ez számomra, és színpadon leszek visszatérve, tehát színpadon leszek, zongorázni fogok, és közben lesz egy csodálatos divatbemutató gyönyörű ruhákkal, úgyhogy örülök, hogy ennek most részese lehetek itt a Széchenyi téren. Hogyan kezdődött az egész Adéllal? Régóta ismeritek egymást? Igen, édesanyám révén már régebb óta ismerik egymást, és már régebb óta gondolkodunk, hogy esetleg valamilyen közös programot szervezzünk, és most ez létre is jött, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy a zenét azt egy ilyen csodálatos divatbemutatóval lehet ötvözni. Hogyan kezdődött az egész együttműködés? Már voltam több divatbemutatóján Adélnak, meg édesanyám révén is már sokat hallottam a különböző ruhákról, úgyhogy ebben már ilyen szempontból kisebb-nagyobb jártasságom már van ebben, úgyhogy ezt is ismerem, és természetesen a zenei részét pedig biztosítom alá, vagy mellé, úgyhogy örülök ennek. Természetesen édesanyám segítsége kellett, mert ő rendszeresen foglalkozik divattal, és most a zenei is lesz egy bizonyos szerep. Hogy kell elképzelni a folyamatot? Adél megmutatta a kollekciót, és te kitaláltad, hogy milyen zene illik hozzá, vagy már volt a fejedben egy pár olyan mű, ami azt mondtad, hogy ez jó lehet? Ez inkább fordítva volt, tehát ugye Adél ismerte már, hogy milyen ruhák lesznek ezen a divatbemutatón, és közösen megbeszéltük, hogy milyen zene legyen alatta. Nyilván kicsit virtuózabb, kicsit látványosabb művek vannak, amit Liszt Ferenc szándékosan ilyen nagyobb termető programokra, koncertekre írt, úgyhogy természetesen ez egy nagyon jó választás, én szerintem, hogy Liszt Ferenc művei lesznek, és természetesen kortársa Chopin zenéje is majd lesz, úgyhogy szerintem jó kis zene lesz alatta. Említetted, hogy nem ez az első alkalom, hogy együtt dolgoztok. Hogy emlékszel vissza az első közös divatbemutatóra Adéllal? Milyen érzés volt? Nagyon jó érzés volt, a szüleimmel együtt voltunk, nagyon tetszett, tehát nyilván zseniális ruhákat láthattunk, és nagyon örülök, hogy ma kicsit közelről is látni fogom őket, mivel a színpadon majd körülöttem lesznek ezek a szebbnél szebb ruhák, úgyhogy különleges program ez a mai. Frank Adél divattervező iparművész szintén már órákkal a kezdés előtt megérkezett a helyszínre. Ellenőrzött, rendezett, beállította a modelleket. A mostani divat bemutatón legújabb kollekciójának darabjait láthatta a közönség. Adélt a közös munka kezdetéről kérdeztem. Mindig igyekszem különleges dolgokat kitalálni egy bemutatóra. Az elmúlt 20 évben közel 40 divat bemutatón volt. Ezek voltak külföldi bemutatók, kiállítások, magyarországi, budapesti és persze pécsi rendezvények, és én igyekeztem mindig valami különlegeset kitalálni. Volt, amikor balettáncosok léptek fel a kifutón, színművészek, énekesek, voltak transzveszita divák, voltak extravagáns rendezvények, és én komoly zenét tanultam 8 évig. És nagyon szeretem a komoly zenét, és miután ismertem Misi szüleit és a munkásságát, ezért elkezdtünk erről beszélni, közösen gondolkozni, hogy hozzunk létre egy ilyen rendezvényt. Nem volt még Magyarországon zongora koncert, divat bemutatóval összekötve, és úgy éreztem, hogy ez egy fantasztikus lehetőség lenne itt a főtéren. El is neveztük tökéletes összjátéknak, a zongora és a divat felejthetetlen tökéletes összjátékának, mert úgy érzem, hogy ezt a két dolgot össze lehet kapcsolni, a komoly zenét és magát a kortárs művészetet, illetve az iparművészetet. Nagyszerű volt a Misivel együtt dolgozni, mert én komoly zenei tanulmányaim során Chopint és Beethovent, illetve Liszt Ferencet szerettem igazán, és Misi repertoárjában több Liszt és Chopin darab is szerepelt. Így nagyon jó volt, nagyon könnyű volt összhangot teremteni egymás között. Úgyhogy együtt válogattuk ki ezeket a darabokat. Én megfigyeltem azt, hogy a modellek tudnak-e járni, tudnak-e mozogni majd a színpadon ezekre a számokra, ezekre a darabokra, ő pedig ajánlatokat tett, úgyhogy ez egy csodálatos közös együttgondolkodás volt, ami nagyon könnyen ment. Beszéljünk egy kicsit a kollekcióról, milyen ruhákat fog látni a közönség itt? Két túr lesz, egy pret-a-porter és egy alkalmi túr. Az alkalmi túrnál a szokásos kedvenc inspirációm a 19. század végi turnőr, nagyon
sok ruhám megjelenik, illetve nagyon sok olyan komoly megoldás, ami gyöngyözéssel, különböző díszítő elemekkel jár. Nagyon sok organzát, hernyósejmet, tisztasejmet használok ebben a kollekcióban, ebben a haute couture részben, vagy alkalmi részben. A pret-a-porter résznél pedig megjelent egy új motívum, ez pedig a pop art, ami ugye Andy Warholhoz kapcsolható. Egyes ruhák egészen modern viseletek. Amellett, hogy szeretném kiemelni, hogy én a slow fashion-t képviselem, ami ugye azt jelenti, hogy lassú divat, ami azt jelenti, hogy egy-egy ruhát 10-15 évig is lehet viselni. Úgyhogy az én ruháim úgy gondolom, hogy 10-15 év múlva is viselhetőek, sőt, vannak olyan ruhák, amit tudom, hogy a kedves vevőim most is hordanak, és mi nagyon sokat készítünk méretre is, illetve igazítunk méretre. Tehát szerintem a mostani környezettudatos gondolkodásban mindenképpen benne kell adnak lennie, hogy a ruhákat sokáig hordjuk, sokáig viseljük, és minél kevesebb környezetszennyező anyagot használjunk, és maga a sok ruhavásárlás és környezetszennyezés, hiszen tudjuk, hogy a divatipar a második legkörnyezetszennyezőbb ipar a világon. Tehát szerintem ez egy jó koncepció, és én úgy látom, hogy nem csak én, hanem nagyon sok divattervező és nagyon sok sztárit is így gondolkodik már. Térjünk még egy kicsit vissza a divat bemutatóra, ez azért is különleges lesz, mert ugye itt most magának a zenének a szolgáltatója is ott lesz a színpadon. Mennyire nehezítette ez meg a te munkádat? Talán inkább a modellek munkáját fogja megnehezíteni, hiszen megszoktuk, hogy a modellek ki vannak szolgálva, és egy folyamatos, konstans zenei élmény hallható, amihez ugye a modelleknek annyit kell tenniük, hogy szépen elegánsan végigvonulni a kifutón. Most ez egy összjáték lesz, ahogy már visszatértem az eredeti címhez, a bemutató címéhez. Itt együtt kell működniük a művésszel, és egyenrangutásként figyelni rá. Tehát a zene nem szolgálja ki magát a modellt, hanem tulajdonképpen egy összhangot teremtve jelenik meg, ahogyan is játszik. A tökéletes összjátékot még az eső sem tudta legyőzni. A közönség mind a látvánnyal, mind a zenével maximálisan elégedett volt. Kürtöket gyakran hallhatunk a zenekarban, de szólistaként négyesben igen ritkán. Ezért is különleges Schumann darabja, ahol a négy csillogó hangszer viszi a szólamot. Zempléni Szabolcs művészeti vezető irányításával december óta próbálnak a Pannon Filharmonikusok kürt művészei, hogy a színpadon állva mutassák be, hangszerük nem csupán a vadászatokon zengszívhez szólóan. Az alkalmi kvartett decemberben kezdte el a próbákat. A produkció művészeti vezetője Zempléni Szabolcs, aki nem először zenél együtt a Pannon Filharmonikusokkal. Szerencsére ez nem az első alkalom, hogy a zenekarral játszom. Pár évvel ezelőtt már volt szerencsém akkor még Kocsi Zoltán vezetésével egy Strauss kürtversenyt eljátszani a Kodály Központban, és már akkor is csodáltam ezt a fantasztikus termet. Nagyon jó hangulatú próbák voltak, egy nagyon szimpatikus zenekar, és már akkor körvonalazódott, hogy ez az együttműködést ezt folytatni kell, és már akkor megígértem, hogy vissza fogok térni. Úgyhogy azt hiszem, hogy az volt a kiinduló pont, és aztán most az apropóját az adta, hogy többek között növendéken Borbíró Máté is a zenekarban kürtöl. Tehát így módon egy ilyen alma mater, egy ilyen tanár és növendék közös koprodukció fog így létrejönni az itteni kürtös kollégákkal együtt. A kvartett a nagy koncert előtt már bemutatta a darabot a művészeti szakgimnáziumban. Természetesen a négyünknek a közös akaratát kell összecsiszolni, a közös elképzelést kell valahogy úgy megvalósítani, hogy az teljesen homogén hangzást keltsen már a koncerten. És erre ez egy remek alkalom, már elkezdtük a próbákat a múlt héten, sőt már decemberben is próbáltunk, és ez most egy fantasztikus lehetőség arra, hogy tartsunk egy fő próbát, és már utána tényleg csak az utolsó kis csiszolásokat kell a darabon elvégezni. A Pannon Filharmonikusok kürtösei nagy izgalommal várják a koncertet. Két szempontból is hatalmas megtiszteltetés nekünk ezt a műsort játszani, mert Zempléni Szabolccsal játszhatjuk ezt a koncertet, ezt a fantasztikus művet, illetve
Ez minden kürtösnek az álma, hogy egyszer részt vessem ennek az eljátszásában. Schumann versenyművét minden kürtös szeretné életében legalább egyszer eljátszani. Ez a maga korában egy nagyon extravagáns mű volt, ugyanis akkoriban született meg a billentyűs hangszer, mint olyan, a ventilkürt, és ez a mű az elsők között volt, ami bemutatta a színpadon a ventilkürtnek a ventilkürtben rejlő lehetőségeket. És ez abban a korban is hatalmas bravúrnak számított, és ez mind a mai napig így van, ez nem változott ebben a tekintetben. A négy hangszernek tökéletesen együtt kell működnie, egymás minden rezdülésére figyelniük kell az akusztikai összhang elérése érdekében. Azt mondanám, hogy a legnagyobb feladat az első kürtös felé irányul. Ilyen szempontból a másik három kürtösnek biztosítani kell a megfelelő alapokat, illetve azt, hogy arányosan szólaljanak meg az akkordok, a megfelelő hangzások, artikulációk. Tehát össze kell csiszolódni a csapatnak, ebben van a másik három kürtösnek nagyon nagy szerepe, kísérő szerepe az első mellett. A kvartett tagjai közül többen most játsszák először Schumann versenyművét. Ez egy hatalmas ajándék egyrészt, hogy egy ilyen művet eljátszhatunk. Ennek a kicsomagolása hatalmas élmény, a technikai problémák kiküszöbölése, a gyakorlás, és az, hogy mi négyen egységet tudjunk majd alkotni a koncert során. A kürt ritkán kerül ilyen kiemelt szerepbe a hangversenyeken, mint ahogy ezt a Kodály Központ közönsége hallhatja majd január 30-án. A Pannon Filharmonikusok ismét különleges zenei élményt kínál a hallgatóságnak, Schumann versenyművét Zempléni Szabolcs kürt művész vezetésével a zenekar három kürtöse szólaltatja meg. Egy olyan műről van szó, ami nagyon-nagyon ritkán szólal meg a hangversenytermekben, ugyanis a kürtre annyira exponált, annyira extrém nehéz feladatot ró, mindezt nagyon hosszú időtartamban a mű maga, több mint 20 perces. Tehát egy igazán erőt próbáló és nagyon virtuóz zenei ízlést, artikulációt igénylő és csillogtató műről van szó, és rendkívül büszkék vagyunk természetesen, hogy a PFZ-nek olyan zenekari művészei vannak, akik képesek és ambicionálják azt a szituációt, hogy a zenekar elé álljanak és szólistaként megmutassák magukat. Schumann szerzeménye előtt Sibelius N. Szágás szimfonikus költeményét élvezheti a közönség, majd az estet Johannes Brahms műve zárja, amelyhez eredetileg mindösszesen négy muzsikusra volt szükség a megszólaltatáshoz. A zeneszerző nagy tisztelője Arnold Schönberg ültette át nagy zenekarra. Ebben a változatban hallhatja a közönség a Pannon Filharmonikusoktól Bogányi Tibor vezető karmester vezényletével. A négy zenemű, bár időben és térben egymástól távol áll, különlegesen erős egységet alkot. Egy évben körülbelül 100 hangversenyt játszunk, 40-50 különböző műsorral. Mindegyik nagyon csillogó és nagyon-nagyon azt reméljük, hogy inspiráló a hallgatóink számára. Mégis erről a koncertről azt kell mondanom, hogy talán a legjobban sikerült ennek a szakmai átgondolása és összeállítása. Egyrészt ritkán ható művekről van szó, másrészt mégis olyan művekről, amik nagyon reflektálnak egymásra. A 4 az 1-ben hangverseny január 30-án 19 órakor kezdődik a Kodály Központban. A Pannon Filharmonikusok január 31-én a Műpa színpadán lépnek fel ugyanezzel a programmal. Ez volt már a Tónusok, köszönöm, hogy velem tartottak. Várom Önöket legközelebb egy hét múlva a legérdekesebb kulturális hírekkel. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.